Sziasztok, kedves csoporttársaim! Elérkeztünk az anyák napi leckéhez, fogadjátok szeretettel. Két leckét fogok készíteni, egyiket, akinek él az édesanyja, és egyiket, akinek nem, már nem él az édesanyja. Ezt így szoktam meg, és hát most is ehhez tartom magamat. Tehát először is készítünk egy gradientet, vagyis veszünk egy lapot, 900x600-asat leokézzük, ablak eredeti méret. Utána, amikor mindennel készen vagy, beöntöd bármilyen színnel, ami itt van neked kéznél, nekem most ez volt itt, tehát ezzel beöntöd. Tehát ezt a képet fogjuk elkészíteni, és gradientet fogunk készíteni. Mégpedig lenne, rákoppintunk a képemre, ugye mindig feltöltöm a képemet, és rákoppintunk. Itt a világosabb részét, a nőnek a világosát, ide a melltartójához koppintunk, és ez lesz a világos szín. A sötét szín meg itt a kislánynak a ruhácskája, tehát ez így sötétebb legyen, azért, hogy kiemelkedjen a sötét belőle. Nem véletlenül csináltam ezt. Tehát amikor mindennel készen vagy, egy ilyet kapsz. No, de ez nem erre kell, hanem a másikra, amikor beöntötted színnel, csak akkor működik, ha nem öntöd be színnel, nem fog működni, ezt az ujjak kedvéért mondtam. Tehát fogod magadat, a átlátszatlanság 100%, jobbra 135-ös szög, és oké. Okay. És így néz ki. Utána, amikor mindennel készen vagy, van nekem, itt már egy kész valamimban. Tehát van nekem egy rózsácskám, ez a rózsácska másolás, beillesztés. Ez igazándiból igen, tehát ide rakjuk a sarokba. Úgy rakjuk a sarokba, hogy ez a két rózsa itt hozzáérjen a széléhez, és akkor a réteget megkettőzzük, átdobjuk a másik oldalra, ott is ugyanígy berakjuk a két rózsát a sarokba, egyesítjük a két réteget, megkettőzzük a két réteget, jobb gomb, megkettőz, és megfordítjuk egy függőleges tükrözéssel. Igen, és itt vagyunk, tehát ez, igen, tehát beállítjuk alul is egyesítés az előző réteggel, és amikor mindennel készen vagy, akkor az átlátszatlanság, hát ilyen 30%, és amikor kész vagy, egyesít az előző réteggel, jobb gomb. Amikor ezzel is készen vagy, mész a szűrőkre, fent szűrők, domborítás, erősebb domborítás lehet végezni, utána megkettőz, ezt itt leteszed, mert jelen pillanatban most nem lesz rá szükséged, majd egy picit későbben. Mikor megkettőzted, akkor mész a szűrőkre, a torzításra, először az ellipszisre, és nagyon szép ez is, csak hát én ragaszkodom hozzá, hogy ne legyen mindig minden ellipszis, tehát csodálatosan szép lett, és akkor megyek még a szűrőkre, a torzításra és a trapézra. És itt a vízszintes tengely, felső torzítás 10-es, az alsó pedig 200-as, és ez lenne az. Na most itt jelen pillanatban réteget megkettőzöd, és ugye van egy középső rész, tehát ez lenne, és akkor ide, hát itt megnézed, hogy meddig jutsz el, meddig mész el. Igazán, mindegy, hogy a rózsa hogyan áll, az nem érdekes, nem jelent semmit, tehát bárhogy állhat a rózsa, csak látszódjon. A réteget megkettőzzük, igen, ezt, és akkor ide is ugyanúgy kitesszük, és ide is ugyanígy ráhelyezzük, tehát ez a három kis rózsa látszódjon itt azért ki, ezt pedig középre helyezzük. Hát nem tudom, jelen pillanatban most itt a közepe, tehát ezt szépen behelyezzük, és hogy ezek azért a rózsából látszódjanak ki. Tehát így nagyon szép lesz, és akkor még nem egyesítjük a rétegeket, mert ide szükségünk lesz még egy rózsára ide fölőre, tehát behozom ezt a rózsát, igen, és másolom. Na most, ide koppintok erre, tehát hogyha ide rákoppintottam, akkor ide be tudod másolni, beillesztés,
Hát egy picit becsukom a felső részét, és akkor most úgy helyez, ezt itt lecsukom, mert nem lesz rá szükségünk, hogy lássunk valamit. Tehát megfordítjuk egy kicsikét ezt a rózsácskát, valószínűleg így jó lesz. Hát és lekicsinyítjük, így ez szabad átalakítással. Egy picikét ugye lekicsinyítjük, oké, és már is, hát igen, ezt ide kellene tennünk, ide, 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 ez nem is jó lesz, tehát itt ezzel, pillanat, itt ezzel egy picit fordítunk rajta, így áll jól, és akkor most szabad átalakításon még fordítunk rajta. De mindegy, hogy állítod be, bárhogy beállítod, nagyon szép, tehát mindegy, hogy állítod be, bárhogy állítod, akkor is szép lesz. Oké, leokézod, és akkor ide teszed most. Kinyitod a felső réteget, és akkor láthatod. Tehát akárhogy állítod be, akkor is szép lesz, nincsen semmi jelentősége. Tehát én most, az enyém most nem is úgy áll, most, hogyha megfordítanám, és még egyszer szabadon alakítom, tehát hogyha ragaszkodom ehhez, akkor talán így lenne a jó. Talán így, igen. Igen, kicsit jobban is lekicsinyítettem. Igen. Tehát egyet visszaveszek, és akkor így beállítom, hogy tehát ne látszódjon nagyon ki, csak így. Igen, itt egy picikét ezzel így el szoktam szórakozni, tehát hogy jól álljon, akkor még adok neki egy pici dőlésszöget, és akkor már is jó lesz, szerintem igen. Sőt, nagyon is szuper lesz. A réteget megkettőzöm, és átdobom a másik oldalra, ami azt jelenti, hogy ide is teszünk, ugyanígy, hogy látszódjon ki. Én szerintem a végét oda rakhatjuk ennek a kis, és akkor tudunk hozzá tartani. Egyesít az előző réteggel, és akkor ezeket is most már egyesíthetjük. Én azt ajánlom, hogy ennek ne adjunk árnyékot, egyesít az előző réteggel, tehát ezeket egyesíthetjük így. Amikor már mindennel készen vagy, látod, most már csak két réteged van, az alapháttér és a felső háttér, akkor fogod magadat, és ezt itt szépen a felső rétegen állunk, ezen a rétegen. Igen, fogod magadat, mert ez picikét pillanat visszamegyek, mert itt nem jól állítottam be, tehát fontos, hogy jól állítsuk be, mert akkor nem lesz jó. Tehát ide koppintunk a kijelölő pálcikánkra, a téglalapra, és fogjuk bal gomb lenyomva tartva. Ezt itt kijelöljük. Amikor kijelölted, akkor mondod neki, hogy másolás. Ide koppintasz felülre, másolás, vagy szerkesztés, másolás. És szerkesztés, beillesztés, és már is beillesztés. Hát mi történt? Várjunk egy pillanat. Ja igen, egyesít az előző réteget, tehát visszamentem a visszagombbal. A T betű mellé koppintunk, hogy a kijelölés meglegyen. Most másoljuk, már így jó lesz, beillesztés, és már is jó. Ezt kitöröljük az alsót, mert erre nem lesz szükségünk. Réteget megkettőzzük, és akkor ide rakjuk szépen, és már is készen van. Tehát így a rózsánk is itt van, nagyon szép, a rózsánk is, tehát nem kell aggódni, hogy is sikerül majd, így együttesen készen van a rózsánk is, és már is, most már csak a dolgokat kell rárakni, az igaz, hogy tehát annyira nem lesz könnyű ezt az üdvözlőkártyát megcsinálni, de azért csak. Hát itt pont az összeillesztés nem a legjobb. Tehát fogjuk aztán gondoltam, hogy úgy összeillesztem, aztán majd jó lesz, de nem. Egyesítés az előző réteggel, és akkor most ki kell húzni egy nagyon picikét réteg méretezéssel. Ugye az arányok megtartásából kiveszed a pipát, ezt úgy tudod megtenni, hogy jobb gomb. Arányok megtartása. És akkor lehúzod szépen, és akkor rögzítés, és meg is vagyunk. Most, amikor már mindennel készen vagy, behozod a kislányt az anyukával, tehát másolod, nagyon aranyosak, beillesztés, ugyanezek a virágocskák vannak itt nekik, lényeg az, hogy ugyanezek a
ugyanezeket a virágokat használom, tehát ezért van a képnek a szépsége, kicsit megnagyítom őket szabad átalakítással, hát igen, egy, mondjuk még egy öttel, hát hogy elférjenek pillanat, tehát mindjárt megnézem, hogy állnak. Igen, tehát az anyukának és a kislánynak, hát így lehet, hogy nagyobbakat csináltam most, de nem baj, mindenki úgy csinálja, ahogy akarja, csak ugye a virágok azok látszódjanak, és az anyuka feje ne lógjon ki, az a lényeg. Utána hozol még be egy gyermeket, mégpedig Len ezt a kis aranyost, mondjuk azt neki, hogy másolás, beillesztés, és amikor beillesztetted, ugye itt van, de ezt le kell kicsinyíteni, szabad átalakítás. Hát olyan nagyon nem, 70%-ra kicsinyítjük le. Na, kapjam egy ébresztő órát. Levisszük ide az anyuka alá a réteget, és így lesz, hogy a kislánynak látszódjon ki a szeme, szája. Na most ezt úgy tudjuk megtenni, hogy itt a felmegyünk a radírra, teszünk egy inverse kijelölés pipát, és akkor a radírkánkkal, ezt mindenképpen tegyük meg, nyomkodunk itt a szeme körül, meg a szája körül, órocskája, sehol máshol, csak itt, bal gombot, ennyi. És akkor már is készen vagyunk, egyesít, hát a lánynak adunk egy kis rétegbeállítások árnyékot. Igen, ez kettes legyen. Ez is kettes, és ez is, ez nem. Legyen mondjuk 20-as. Én nagyon szeretem ezt az árnyékolást, mert úgy egybevegyül a képpel, tehát nem éles az árnyék, nagyon szuper, nagyon jó. Egy nagyon, igen, jó is lesz. És akkor egyesítés az előző réteggel, egyesítés az előző réteggel. Most következik még az üdvözlőkártya, hát lehet, hogy egy picit nehezebb lesz. Ugye ide rakjuk a, nézzük a, lehet, hogy kikattoltam, nem vagyok benne biztos, nem tudom hova tettem a virágocskát, kikattoltam, de semmi gond, mert cseszperc alatt be lehet hozni. Tehát igen, úgy nézem, hogy ez így lefele van fordítva, másolom, és most ezt itt ide teszem, hogy lássam, tehát fontos nekem is látni, beillesztés, beillesztem ide. Hát itt az van, hogy erre így ráteszem, így, tehát ide ráteszem, ahogy eddig volt, ugye le is kicsinyítem szabad átalakítással, akkor áll, mint az alatta lévő virágocska, és így ráteszem. Na most ez lényeg, hogy így ráteszem, utána vágunk egy anyák napi, tehát kijelöljük itt a színt. Ez a szín, ez ugyanolyan lesz, mint a kislánynak a, nem is, mint a anyukának a ruhája, tehát vágunk egy kijelöléssel itt, ha máshol nem, itt. Vagy akár úgy is kijelölheted, hogy az enyémet megnézed, de itt egy picikét van hajlítva, tehát fogod magad a, na hogy van ez, bocsánat, tehát itt a téglalapra és a kijelölőre mész, és akkor kijelölsz egy darabot. Hát itt nem tudsz, csak esetleg a hosszúságát tudod megjelölni, mondod neki, hogy marad itt, ahol van, és akkor réteg új üres veszel, réteg új üres. Amikor mindennel készen vagy, akkor a T betű mellé kopintasz, és beöntöd ezt az új üreset ide, például ezzel. És akkor, mikor mindennel készen vagy, akkor mész a szűrőkre. Várjunk csak, hol van ez az új üresünk? Pillanat, nem jól csináltam, mert az eredetire tettem. Igen, mindjárt meg lesz, tehát ezt, igen, tehát az eredetire tettem, most itt jelölök ki egy darabocskát, de ott is ki lehet jelölni, mindegy, tehát itt kijelölök egy darabocskát, réteg új üres,
És oké, utána, amikor mindennel készen vagy, ugye beöntöd, ezt mondtuk, tébetű mellé kopintunk, elmegy a kijelölés, és akkor beöntöd ezzel a színnel. Amikor beöntötted, akkor azt neki egy kis leképezés, progresszív kontúrt, hát nem kéket, hanem ilyen rózsaszínt elég erősen, tehát még sötétebb is maradhat. Ide írjuk, hogy boldog anyák napját, ezzel a színnel, amit a kislánynak a ruhája, tehát boldog anyák napját. Nagybetűvel írom most. Boldog. Vagyis nem is tudom kisben, megnézem, hogy milyen betűvel írtam. Kisbetűvel írtam igazándiból, mert úgy is kell. Tehát, jaj, ezt itt figyeljünk oda. Konvertál szöveget képrétegbe, és akkor nézzétek, tehát itt az van, hogy hát lehet, hogy jó is lesz, mert ugye jó lesz. Ezt a réteget megkettőzöm, most egyesítem, és így adok neki egy kis árnyékot, rétegbeállítások árnyék. Igen, egy mínusz egyes, kettes. Jó, és akkor ide pedig szintén kettes vagy egyes, tehát azt majd eldöntöd, hogy miért szeretnél. Viszont, igen, menjünk vissza, picikét visszamegyek, hogy mi az árnyékig, tehát réteg, beállítások, árnyék, és akkor megnézem, hogy a másik hogy néz ki, tehát itt biztos, hogy mínusz egy, kettő, itt nem tudom, itt nem biztos, tehát hát most szerintem igen, tehát 60-as, ide. Jó, és akkor már is jó lesz, és akkor egyesít az előző réteggel, kicsit megdomborítjuk, szűrők, domborítás, mérsékel, domborítás, nagyon szép. Na most egy nagyon picikét elferdítjük, ami azt jelenti, hogy szabad átalakítás, fogod egy kicsikét elferdíted, egy picit lekicsinyíted egy tízzel, igen, kb. Vagy talán még igen, tehát 20-szal, 80-ra, és akkor ide rakod a rózsa csokorba. Ha akarod, tehát azt csinálsz vele, amit te szeretnél, én itt azt csináltam, hogy kiradíroztam egy nagyon picit, mint hogyha bele lenne téve a csokorba, tehát az azt jelenti, hogy itt van ugye fél rózsányi, veszed a radírocskádat, kiveszed az imbelszből a pipát, és akkor fogod magadat. Hát ugye először is itt erre a felső rétegre állsz, ugye? Hát ilyen 50-es, tehát ezt úgy kell csinálni, hogy ilyen 50-es, és akkor itt, igen, és akkor itt is végigmész, nagyon szuki. Itt is végigmész, és akkor úgy néz ki, mint hogyha bele lenne rakva. Még egy kicsit kisebbet veszek, mert akkor már tudom jobban kezelni. Úgy néz ki, mint ha bele lenne rakva ebbe a csokorba az üdvözlőkártya. Tehát így, látjátok, tehát ez van. Egyesít az előző réteggel, egyesít az előző réteggel. Én ennek most itt nem adtam árnyékot, mert a progresszív kontúr az adva volt, tehát igazándiból azt csináljuk, hogy adunk neki egy kis keretet végeleményben, még a vicuska tutoriált kell rájönni, és készen vagyunk. Tehát egy szűrők keret, tehát az alsó rétegen állunk, szűrők, 8BF, A-Frames, Frameworks, és itt bejelölöd magadnak a Red Stein, és hát nem adunk neki ilyen szélesset, csak egy ilyen, hát egy ilyen 15-ös. Nézzük meg a 15-össel, hogy néz ki. Tehát így elég jó lesz, jól van. Tehát egyesít az előző réteggel, és ráírod, hogy bicuska tutoriál. Igen, más nem kell, aztán készen vagyunk.
Igen, nagy betűvel kell. És akkor oké, konvertál szöveget képrétegbe, de akár bárhonnan, tehát nem kötelező ide, hogyha van neked itt a fotopng-be, akkor onnan is vehetsz, de jelen pillanatban én most ezt csinálom. Szabad átalakítással lekicsinyítem, így. És akkor ide felőre felrakom, tehát ide valahova. De ezt most ide raktam, csak nem jó helyen jött ki. Igen, a réteget megkettőztem, egyesítettem, és most adok neki egy piciket is árnyékot, rétegbeállítások, árnyék, és akkor mondom neki, mínusz egy, kettő, és akkor itt a mondjuk a 60, ez így mindig átváltozik, nem tudom, hogy miért. Nagyon szép, és oké, és akkor magamnak megkettőzöm, és a tutoriált leradírozom, tehát így működik magamnak, és már is készen vagyunk a leckéhez, úgy nézem, hogy nagyon szép egyforma, annyi, hogy ezt kicsit kijebb tettem, tehát látszik, hogy kijebb van téve, de nagyon szép lett, igen. Azt hiszem, hogy jó, teljesen jó lett. Mindenkinek nagyon boldog anyák napját kívánok, és jó munkát a leckéhez. Sziasztok!